Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás felhő részére. Kedves felhő, köszöntelek téged, ez a te videód, és szeretnéd tudni, mi az ő terve, hogy lát téged, bemutat-e a családjának, mindezt megnézzük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetét itt a nap mutatja. A nap a középpontban áll a mi naprendszerünkben, és pontosan ez, amire ő vágyik, amit ő szeretne, hogy ő legyen a középpontban. Ez az ő kisugárzása, és szeretné azt, ha mások odafigyelnének rá, és megkapná ezt a megbecsülést. Ez a gyermek itt a lovon szimbolizál egy új kezdetet, és ő látni akarja az eredményeket, mert a nap jelenti a látásunkat is. Van-e terve? Ha igen, akkor mi? Azt mutatja itt ez a kártya. A kettes szám egy párkapcsolatra utal. Te és ő. Te jelensz meg itt, mert ez a te jóslásod, a te videód. Itt arról van szó, hogy ő szeretne veled beszélni, közeledni hozzá, és ő átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami az ő érzéseit szimbolizálja, de ő szeretne szintén egy arany kelyhet megkapni, ami a te érzéseidet szimbolizálja. Így egyensúly van. És mi nála az, ami jelen pillanatban a középpontban van, amire ő most koncentrál, azt mutatja ez a kép itt. Itt vannak kihívások, holott senki nincs itt a közelben. De ő küzd az életében. A 9-es szám a korlátozásokra utal. Ahogy én gondolom, neki vannak elvárásai veled szemben, ezt mutatja itt ez a kép, mert ő szeretné azt, ha te átnyújtanád neki ezt a kelyhet, ami a te érzelmedet jelenti, ő szeretné, ha te nyitott lennél és kimutatnád az érzéseidet. Viszont ha te visszahúzódó vagy, akkor nem tudja, hogy mit várhat tőled, és ezek nála, itt ezek a korlátozások. Te azt kérdezted, hogy felvállal-e téged, bemutat-e a családjának, jelen pillanatban még nem. Ez olyan, mint egy kripta, mint egy sír, itt nincsenek mozgások. Viszont, ha itt a háttérben felfedezed ezt a szent képet a szívvel, akkor ez az ő elképzelése. Neki van egy kép, egy ilyen belső kép arról, hogy tervezi a jövőt. Türelemre van szüksége, biztos lehetsz abban, hogy ő be fog téged mutatni a családjának, ő felvállal téged, de neki erre időre van szüksége. A 4-es szám itt azt jelenti, ha ő biztos abban, hogy mindenki elismeri őt is, meg a kapcsolatát is, akkor téged be fog mutatni a családjának és a nyilvánosság előtt is. Mi változik nála? Ő kezébe veszi ezt a kardot, és az azt jelenti, ő hoz döntéseket. Azon kívül ez a kard szimbolizálja a levegő elemét, és az utal a könnyűségekre és a kommunikációra. Ő fog veled beszélni, nyíltan fog veled beszélni. Azon kívül ez a kard jelent még valamit.
ő átteszi magát a félelmein. Felszabadultnak fogja érezni magát. Hogy vonzódik hozzád, ezt mutatja itt ez a fő papnő. Ő okosnak tart téged, képzettnek, vagy látja, hogy te a spirituális úton aktív vagy. Viszont a fő papnő jelent még valamit, őrzi a sorsok könyvét, és ő biztos abban, hogy ez a párkapcsolat, ez a vonzódás kettőtök között benne van a sors könyvében. Ez nem véletlen, ha egyáltalán véletlenek vannak az életben. Te említetted a volt barátnőjét. Ez a kép mutatja ezt a hölgyet. Nála minden így a feje tetejére állt, elveszítette a biztonság érzetét, és nem tudja, hogyan tovább, minden így lóg a levegőben. Hogy viszonyul ő ehhez a nőhöz? Itt az ördög látható, csalódások, hazugságok, ez a véleménye neki erről a hölgyről. Itt nincs már vonzalom, ez le van zárva. Hogy lát téged, milyen vagy az ő szemében? Itt van egy királynő, és ez a királynő uralkodik a föld eleme fölött. Az utal az anyagiakra, de a reális dolgokra is. Tartsd meg ezt a büszkeséget. És mit ajánl neked ez a jóslás? Milyen lépéseket tegyél az irányodba? Mit kell, hogy tegyél ahhoz, hogy köztetek egy szép, harmonikus párkapcsolat kialakuljon? Ez a kép azt jelenti, légy visszahúzódó. Semmit nem kell tenni, mert magától fognak az események pörögni. És a jövőtök itt látható. Itt vannak a kelyhek, azok szimbolizálják az érzelmeket. És az van nálad, és van nála is. Ez a három kehely mutat a múltra, ez össze van törve, itt könnyekről van szó, ez szomorú. És ezt ő lezárja most. De neki időre van szüksége, amire felépül. Most ilyen visszahúzódó. És a jövőt mutatja itt a háta mögött ez a kettő kehely, ugyanaz, mint itt is, és az utal a párkapcsolatra. Rád és őre. És a kelyheknél érzelmekről van szó. Ez még nincs összetörve, ez a jövő. És megvan rá a lehetőség, hogy kialakuljon köztetek egy komoly, boldog párkapcsolat. Én most megkérdezném az Ingát. Szeret ő téged? Felvállal ő téged? Igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra fordul ki, akkor sikered lesz. Ha az Inga balra fordul ki, akkor nem áll hozzád. Amennyiben az Inga megáll, akkor megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. A válasz igen, ő felvállal téged, időre van szüksége, de ami fontos, hogy ő szeret téged. Kedves felhő, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!